Hozam című gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm Önöket, Jela Jászmin Grace vagyok. Nézzük, miről szól a mai magazinunk. Hogyan hat a gazdaságra az üzemanyagárak maximalizálása? Ellenőrzés a szakképzést segítő cégeknél. November végéig igényelhetnek a gazdák kárenyhítési juttatást. A vendéglátás és a turizmus legjobbjait képezik Szekszárdon. Magyarország kormánya maximalizálta az üzemanyagárakat. November 15-től minden benzinkúton legfeljebb 480 forintba kerülhet a gázolaj és a 95-ös benzin litere. Stábunk utána járt, hogyan vélekednek az emberek erről az intézkedésről, és ez milyen gazdasági változásokat vonhat majd maga után. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a benzin és a gázolaj ára a gazdaság működésére és általánosságban az árakra is kihatással van. Ezért a kormány úgy döntött, hogy november 15-től a benzin és a gázolaj literenkénti árát 480 forintos felső határral rögzíti. Ez azt jelenti, hogy kevesebb lehet, de többen nem kerülhet a 95-ös benzin és a gázolaj literára Magyarország egész területén. Megkérdeztük az embereket, mit gondolnak erről az intézkedésről. Utána majd utlán főnyomják. Volt, aki a csökkentett árat is sokalta. Kevesebbet autózok. De hát muszáj menni azért. Volt, aki úgy nyilatkozott, a csökkentés előtt sem közlekedett kevesebbet autóval. Menni kell. Hát a mai világban nem úgy van, hogy gyalogolunk, meg nem tudom, nincs lovaskocsi, meg ilyenek. Hát autózni kell. Kötelező. Hát nem. Mai ember az nem megy el 100 méterre szinte gyalog. Mondjuk én elmászkálok, de egyébként kell az autó, kell. Akadt azonban, aki úgy vélte, meg lesz még ennek a böjtje. Hogy ezt csak 3 hónapig fogják korlátozni, tehát utána valószínűleg ismét drasztikusan fognak emelkedni az árak. Sőt, szerintem ezt be is fogják hajtani ezt a 3 hónapot, tehát valószínűleg bőven 500 fölött, lehet még a 600-at is el fogja érni. Úgyhogy hát oda kell figyelni. Tehát most én is azért odafigyelek majd, hogy ahova tehetem, akkor nem megyek autóval, inkább megoldom gyalog. Azért akárhogy is ők, nekik ez kiesés lesz. Tehát az, hogy ők megkapják, ugye ők is ugye kapják egy áron az üzemanyagot, és az, hogy őket lecsökkentik, szerintem ahonnan származik az üzemanyag, ők ezt nem fogják figyelembe venni. Tehát valamilyen szinten szerintem ez az ő... Tehát nekik lesz rosszabb. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének szóvivője úgy nyilatkozott, az árufuvarozásban vagy a személyszállításban dolgozók számára ez az intézkedés nem egyértelműen pozitív. Mondhatjuk azt nagyjából leegyszerűsítve, hogy 3 fő költségelem van, ebből az egyik az üzemanyag, a másik a munkabérek, a harmadik pedig az útdíjak. Az üzemanyagárnak a felső szintjének a megállapításával tulajdonképpen most annyi történik a fuvarozók szempontjából, hogy valamelyes az egyik meghatározó költség elemük csökken, vagy legalábbis beállt egy bizonyos szintre. Már hozzáteszem, hogy például a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének a tagjai is a mi segítségünkkel eleve kedvezményesen tudnak tankolni, és ennek köszönhetően ez a mostani ár, vagy ennek az árnak az alatta valamely kicsivel alatta lévő szinten tudnak tankolni, de összességében ez a most meghatározott felső plafon is még legalább 100 forinttal magasabb, mint idén januárban az üzemanyag ára. Tehát összességében azt kell mondanunk, hogy a költségek ebben az egész évben történt elszabadulását valamelyest minimálisan ezt kompenzálja, de igazából a fuvarozás költségeit, a fuvarozásra rakodó költségeket összességében nem tudta pozitívan befolyásolni. Sajnálatos módon a magyar fuvarozók jelenleg is olyan díjakon dolgoznak, amely díjak már szinte az önköltségi áraikat jelentik, vagy azt éppen fedezik. Tehát ettől függetlenül, hogy most az üzemanyagárnak a befagyasztása megtörtént, a fuvardíjak emelése az elodázhatatlan, és egészen biztosan a következő hetekben, hónapokban fuvardíj emelés lesz szükséges. Ahhoz, hogy az ellátási lánc működjön, ahhoz a járműveknek mennie kell, tette hozzá a szóvivő. Mind a gépkocsi vezető hiány, mind a gépkocsi vezetői bérek ebből fakadó emelkedése, és mind az előbb említett üzemanyagár emelkedés az olyan drasztikusan növelte
a fuvarozók költségeit, hogy ahhoz, hogy az ellátási lánc stabilan működjön, az, ahogy említettem, mindenképpen fuvardíjakat kell emelni. Nagyon egyszerűsítve, de azért a példa az intő, az, ami néhány héttel ezelőtt ugye az Egyesült Királyságban történt, hogy ott ellátási zavarok keletkeztek, mind élelmiszeri, mind pedig az üzemanyag ellátásban, az pont ebből fakadt, hogy nem tudták a fuvarozó vállalkozások azon a költségdíjszinten, amivel ők dolgoztak, teljesíteni a fuvarokat. Egész egyszerűen eltűntek a gépkocsi vezetők a rendszerből. Egyrészt a Brexitnek, másrészt a bérek szintjének az alacsony szintje miatt. De ugyanez a probléma bárhol és bármikor az Európai Unióban is előfordulhat. Tehát gépkocsi vezető hiány az itt is, Európa más országaiban, de Magyarországon is súlyos problémát jelent. Ezért ahhoz, hogy a betöltetlen álláshelyekre gépkocsi vezetőket tudjanak toborozni a vállalkozások, magasabb béreket kell fizetniük, ahhoz meg, hogy ezt meg tudják fizetni, magasabb díjakat kell elkérniük a szállításokért. Ez összességében azt jelenti, hogy az ellátási lánc minden szereplőjének, tehát nem csak a fuvarozónak, hanem a logisztikában részvevő minden más szereplőnek is részt kell vállalni ebből a teherviselésből, el kell porlasztani ezeket a költségeket, mert a fuvarozók már nem tudják benyelni ezeket a költségeket a továbbiakban. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke úgy nyilatkozott, a megyében dolgozó fuvarozók is kénytelenek emelni áraikat. Összetett kérdés ez, hiszen a bérek is emelkedtek, az üzemanyag ára is emelkedett, ezért kénytelenek árat emelni ők is. Ez gyakorlatilag az egész gazdaságra visszahat, de ettől függetlenül jó ez az üzemanyag ár csökkentés a lakosság részéről, mert hát nagyon nagy teher volt ez, ami ráment a lakosságra, és ráadásul növelte az inflációt is. 3 hónapra vonatkozik csak, tehát egy átmeneti intézkedés. Sokan azt mondják, hogy sajnos nem lesz átmeneti, mert várhatóan nem fog csökkenni az üzemanyagár a jövőben is, hát hiszen nem saját üzemanyagunkkal dolgozunk, hanem mind import. Sajnos én úgy látom, hogy egyelőre nincs arra tendencia, hogy lefelé mennének az üzemanyag árak. Ugye ez néhány ország, aki beszállító, az dönti el, hogy mekkora lesz az üzemanyag ára. Az iparkamara elnöke azt is hozzátette, a csökkentés miatt nem fognak nagy veszteséget szenvedni az üzemanyaggal foglalkozó nagykereskedelmek. Annyi azonban biztos, hogy február 15-éig Magyarországon 480 forintért lehet hozzájutni a 95-ös benzin és a gázolaj literéhez. A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara rendszeresen végez ellenőrzéseket azokon a gyakorlati helyeken, ahol tanulókat fogadnak. A vizsgálatok célja az, hogy megbizonyosodjanak róla, hogy minden olyan eszköz és berendezés rendelkezésre áll, ami a szakma elsajátításához szükséges. Folyik az ellenőrzés ebben a szekszárdi étteremben. A kontroll célja, hogy megállapítsák, felkészült-e a gyakorlati oktatóhely arra, hogy megfelelő tudással lássa el az ideérkező tanulókat. A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara rendszeres szűréseket végez minden gyakorlati helyen, melynek keretében a szakoktatást végző felkészültségét és ellenőrzés alá vonják. Egy olyan szakértő, aki az ellenőri vizsgán részt vett, amit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara írt elő mindazon szakértők részére, akik ilyen nyilvántartásba vételi eljárások során részt vehetnek. Tehát az országos névjegyzékben is benne vannak. A gyakorlati helyeknek többnyire mestervizsgával rendelkező oktatóik vannak, vagy valamilyen egyéb tanúsítvánnyal, jellemzően kamarai tanúsítvánnyal rendelkeznek, és ennek megfelelően képzik az adott szakmára a tanult. Az, hogy az egyes szakmák elsajátításához milyen tárgyi feltételeknek kell megfelelni, a képzési követelményrendszer tartalmazza. Az van szükség erre, hogy amik a képzési kimeneti követelményben megkövetelt mind eszközök, mind kiütőzés az oktatásért felelős személynek a
papírok, tanúsítványok, mestervizsga és hasonlókat ellenőrizni kell, hiszen ők oktatják a gyerekeket, és az, hogy mindenki egy olyan képzésben részesüljön, amit elvárnak tőle, ezekre az adatokra szükség van. A kamarával ugye évente van ez a felülvizsgálat, ők akkreditálják a duális képzőhelyeket, és évente megyünk együtt egy felülvizsgálatra. Ekkor ellenőrizzük, hogy esetleg közben valaki távozott volna az alkalmazottak közül, aki addig a megbízott volt ezzel a képzéssel, ki az, aki átvette, ki az, aki tovább folytatja. És mindenki arra törekszik, hogy mind maguknak, mind a magyar gazdaságnak olyan embereket neveljen ki, akiket később tudnak majd használni. A tapasztalat azt mutatja, hogy a szakképzésre vállalkozó gazdálkodási egységek alapvetően felkészültek a feladatra, mely az oktatással jár. Abban az esetben, hogyha hiányosan felel meg, vagy egyáltalán nem felel meg, akkor van egy úgynevezett hiánypótlás, és a hiánypótlásnak van egy bizonyos határideje, amiben még pótolhatja a dolgokat, de mindaddig nem kerül nyilvántartásba, amíg nincs meg az összes tárgyi vagy személyi feltétel, akkor ismételt ellenőrzést végzünk, és amennyiben az új ellenőrzésnél már megfelel a feltételeknek, akkor kerülhet nyilvántartásba vételre. Ezeket a gazdálkodókat évről évre hatósági ellenőrzés keretében felülvizsgálják, és amennyiben valamilyen mulasztás vagy egyéb probléma adódik, akkor szankcionálási lehetőségük is lesz a jövőben. 22. január 1-től ez már élni fog. Attól függően, hogy mekkora az adott képzőhelyen a probléma, vagy a hiányosság, vagy a mulasztás, kisebb mulasztások esetén bírságolás, vagyis szankcionálás van, nagyobb probléma esetén pedig el is tilthatja az adott gazdálkodót a szakmaképzéstől. Amennyiben ez a helyzet bekövetkezne, a bírság mértéke 100 000-es nagyságrendű, mondja Pech Gábor. A végleges eltiltás pedig azt jelenti, hogy a gazdálkodó szerv nem veheti igénybe a rendelkezésére álló adókedvezményeket. Idén november végéig igényelhetnek kompenzációt a természeti károkat elszenvedett mezőgazdasági gazdálkodók. A mértéke legfeljebb a veszteség 80%-a lehet. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatója azt mondja, Tolna megyében is sokan juthatnak így pénzhez. "2021-ben jelentős veszteséget okozott a kiszámíthatatlan időjárás a gazdálkodóknak. Október végéig országosan mintegy 10 milliárd forintot fizettek ki a növénykárokra a biztosítók, döntően a jégverések miatt." "Ennek a betakarítási ideje majd valamikor októberben, október vége. Tehát most attól függ, ugye nagyon kevés csapadékot kaptunk májusban, egy kicsit többet, áprilisban jóformán semmit. De valahogy úgy jött mindig, hogy az utolsó pillanatban jött az eső, hogy még talán még bizakodtunk, hogy nem lesz baj, nem lesz baj. Tehát a kukoricának adott egy utolsó esélyt, és nem is lett volna, de most már ott voltunk megint, ha nem lesz eső, akkor nagy baj lesz, de most volt eső, de jég is volt." Még júliusban jártunk ennél a medinai gazdánál, akkor a jégeső komoly sérüléseket okozott a napraforgón, a kukoricán és a dinnyén. "A kész dinnye már. Csak éppen nem éred be. A lombját azt teljesen lesz, és azt a totál. Micsoda, mekkora kár ez? Hát ki lesz számolni? Ez a dinnye, csak így ránézésre szerintem, ez a dinnye hektáronként egy 500 marzsa, 50 tonna dinnye." Az idén bekövetkezett mezőgazdasági károk után november 30-áig igényelhetnek enyhítő juttatást azok, akik az esetről bejelentést is tettek. Továbbá a kártérítést legkésőbb 2022. március végéig kapják meg a gazdák. "És a kártérítési alap azt szolgálja, hogy azokat a károkat, amit megszenvedtek a gazdák, valamilyen szinten realizálják, illetve 80%-ban maximálisan tudják kompenzálni. 80%-os kompenzáció annyit jelent, hogy azon gazdálkodók, akik rendelkeznek üzleti biztosítással, ők jogosultak a 80%-os kárnyítési juttatásra. Azon gazdák, akik ezzel nem rendelkeznek, akkor 80%-os csak az 50%-át kapják meg. Nagyon fontos tudni, hogy az idejében november 30-án 24 óráig lehet beadni ezt az igényt a Magyar Államkincstárhoz, az Államkincstárnak a weboldalán, illetve, hogyha valakinek szüksége van rá, akkor természetesen a Kamara falugazdászai is rendelkezésére állnak az ügyfeleinknek, illetve a gazdálkodóknak.
Itt szeretném felhívni a gazdáknak a figyelmét arra, hogy az idejében már tudnak kötni biztosításokat, alapbiztosításokat az üzleti biztosítóknál, illetve a jövő év tavaszán is meg tudják ezt tenni. Azért hívom fel a figyelmüket erre, mert igen szélsőséges időjárások vannak az elmúlt pár évben, és hogyha erre pénzügyre nem készülünk fel, és nem kezdünk el pénzügyileg tervezni ezzel kapcsolatosan, akkor ezek a károk egyre jelentősebbek lehetnek. Ha valaki mégsem köt biztosítást, és csak a kárenyítési alapra alapozza a jövőjét, akkor nagy valószínűséggel kellemetlen helyzetbe fog kerülni. A támogatás többek között aszály, jég, fagy, illetve vihar okozta károkra igényelhető. Biztosítottnál van egy komplett lista, és azt kell, hogy mondjam, hogy minimális összeg, most egy fikciót mondom valójában, tehát hogy még egy 5 millió forintos kár eseménynél az éves díjan 50-100 ezer forint között van. Nyilván ezt meg kell nézni tarifába, de jelentős a különbség az árban, a befizetendő díjban és a kárhányatban, illetve a szolgáltatásban. Ezért javaslom a gazdálkodóknak, hogy ezzel foglalkozzon. A felhőszakadástól kezdve a viharkáron keresztül több minden van, amit a biztosító tudna biztosítani az ügyfelek részére, illetve a gazdálkodók részére. És mondom, árértékbarányban azt gondolom, hogy megéri az ügyfeleknek, illetve a gazdálkodóknak biztosítást is kötni, hanem csak a kárenyítési alapra számítani. A másik nagyon fontos dolog, hogy a kárenyítési alapnak a juttatását az 2022. március végéig fogja a Magyar Államkincstár az ügyfelek felé, illetve a gazdálkodók felé rendezni, illetve azoknak, akik jogosultak erre természetesen. A kárenyítési juttatásnak az alapja a tárgyévi hozamérték, illetve a referenciérték közti különbség lesz, és a 2016 és a 2020-as évnek az átlagát fogja figyelembe venni a Magyar Államkincstár, illetve valaki rendelkezik pontos adatokkal, illetve pontos értékalapokkal, akkor azt is figyelembe tudja venni még a Magyar Államkincstár. Nagyon fontos azt is tudni, hogy ebbe az évben, ugye novembert mondtam, hogy utoljára addig lehet bejelenteni november 30-áig, de évközben is volt bejelentés, és aki azóta korrigálni szeretne, az november 30-áig tudja ezt megtenni. A vendéglátás és turizmus területén működő szakmák legjobbjait képezik Szekszárdon a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskolában. Az itt tanuló fiatalok rendszeresen érnek el kiváló eredményeket szakmai versenyeken. Hamarosan pedig az intézmény épülete is teljesen megújul. Több mint fél évszázada folyik oktatása a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskolában. A szekszárdi intézmény 1954 óta foglalkozik kiemelten a vendéglátáshoz és a turizmushoz kapcsolódó szakmák tanításával. Azokat a diákokat várjuk az iskolánkba, akik ez iránt érdeklődnek. A nagyon jó felszerelt tanműhelyekkel rendelkezünk, korszerű cukrászműhelyel, korszerű tankonyhával, tanétteremmel és turisztikai szaktanteremmel. Az előző nyáron sikerült lecserélni az iskolában az összes számítógépet, a negyedik informatika teremben pedig felújításra kerültek a laptopok, ez a turisztika szaktanterem, de ugyanez elmutató az osztálytermekre is, megújult minden osztályteremben új bútor található, és minden osztályteremben 4K-s 75 szolos interaktív kivetítő, ami azt gondolom, hogy a 21. században elengedhetetlen, tehát a korszerű tanításban, és mindehhez hozzájárul még az informatikai rendszerünk, ami szintén csak pár éves, illetve egy éve az egész iskolában egy wifi hálózat működik. A tradíció tehát ebben az iskolában a korszerű oktatási feltételekkel párosul. Ezek biztosítják azt, hogy az itt végzett diákok szakmájuk kiemelkedő képviselői lehessenek. A nyolcadikasoknak kettő területet tudok ajánlani, az egyik a technikumi képzés, a másik pedig a szakképzőiskolai képzés. Technikumban azt úgy kell elképzelni, hogy két év után választanak szakmát, ez egy 5 éves képzés. A szakképző iskolában pedig egy év után választanak szakmát, az 3 éves képzést jelent. Technikumban a turisztikai technikus, vendéglátó, vendégtéri szaktechnikus, a szakács szaktechnikus és a cukrász szaktechnikusra várjuk a jelentkezőket. Itt tulajdonképpen 2-3 osztályra van engedélyünk, tehát a jelentkezők számától függően tudunk úgymond osztályt indítani,
és a 3 éves képzésben pedig a hagyományos szakmákban, így mondjam, szakácsra, pincér vendégtéri szakemberre, illetve cukrász képzésre várjuk a jelentkezőket. A szakmák jelentősége az elmúlt években hihetetlen módon értékelődött fel. A munkáltatók és a megrendelők ugyanis rájöttek, hogy a jó képességű dolgozók aranyat érnek, ha viszont nem becsülik meg őket, akkor gyorsan továbbállnak. Emiatt jelentős szakemberhiány alakult ki idehaza, ez pedig azzal is járt, hogy aki jó szakmában és jól dolgozik, ma már akár egy diplomásnál is jóval több pénzt fizet haza. A vendéglátás is ezek közé a területek közé tartozik. Egy olyan végzettséghez jutnak, bármelyik területet is választják, ami versenyképes, ami keresett szakma, és egyre jobban megbecsült szakma. A technikumban azokat a jelentkezőket várjuk, akik érettségére is számítanak, illetve annyit azt is elvárják ugye a képzéstől, illetve mindenképpen kapnak az érettségük mellé egy technikus bizonyítványt, ami egy emelt szintű érettségi tárgynak számít. És így a továbbtanulásnál tulajdonképpen egyenes út vezet a egyetemre, főiskolára, felsőoktatásba, szakirányú oktatásban, képzésben. Az új szakképzési rendszerben a diákok már ösztöndíjat és fizetést is kapnak, az iskolai éveik pedig beleszámítanak a nyugdíjba. Emellett ebben az iskolában a jól tanuló fiatalok a jövő vendéglátóipari szakembereiért alapítvány jóvoltából pályázati támogatásra is számíthatnak. A vendéglátó iskola büszke tehetséges tanulóira, itt mindig is nagy hangsúlyt fektettek a szakmájukban kiemelkedően teljesítő diákok támogatására és a versenyeztetésükre. A fiatalok pedig minden szakmában rendre jó eredményeket érnek el országosan, sőt nemzetközi szinten is. Most legutóbb éppen Grádóban voltunk, Olaszországban, egy versenyen, ami tulajdonképpen olasz iskoláknak szóló verseny. Egyedül külföldiként a mi iskolán 2 csapata vett részt, egy oktatókból álló felnőtt csapat és egy diák csapat, és nagy örömünkre az oktatók csapata elhozta az első helyezést erről a versenyről. Iskola évén eleve rendezvényekben nagyon jók vagyunk, saját rendezvényben, vagy éppen kitelepüléses rendezvényeinken, ahol nagyon jól összekovácsolódhatnak az osztályok, közösségek. Diáknapokat szervezünk, projekthéttel kezdünk, ugye minden tanítás évben. Idén kezdtük ezt, és ezt hagyományként folytatjuk. Oda beépítettünk nagyon sok olyan korábbi meglévő diákprogramot, amit nagyon várnak a tanulók, és nagyon élveznek, úgyhogy ezeket nem lehet kihagyni. Úgyhogy a diák életről elmondható, hogy meglehetősen pezsgő, ezt nagyon élvezik a tanulók. Jó hír, hogy az iskola épületét éppen felújítják, a fejlesztések pedig lassan a végükhöz érnek, így hamarosan már egy modern, a kor minden elvárásának megfelelő oktatási bázison tanulhatnak majd az idejáró diákok. A piac téren rendeztünk nem véletlenül egy nyílt napot, hiszen jelenleg ugye egy ideiglenes épületben tartózkodunk, és ezen a nagyon népszerű nyílt napon hát örömmel vették az érdeklődők, hogy a következő tanévet már a felújított Hunyadi utca 7-es számú épületben kezdjük, ami a megyének a legmodernebb iskola épülete lesz. Úgyhogy ez mindenkinek nagy öröm. Azt hiszem, hogy ez a környezet, ez méltó lesz a 21. századi oktatáshoz. Hozam című gazdasági magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Tolna megyei Szakképzési Centrum, Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara.